Nohab. A magyar vasút történet egyik legkultikusabb vontatója. Sokak szerint a valaha volt leggyönyörűbb dízelmozdony. Az M61 sorozatú gyors, személy és tehervonatok továbbítására egyaránt alkalmas univerzális mozdony. Az M61 sorozatú mozdony a személyszállító vonatoknak a téli időszakban szükséges fűtéséhez, önműködő nyersolajtüzelésű fűtőkazánnal rendelkezik. A stílusos dizájnnal rendelkező dízelvontató abba a mozdony családba tartozik, melyeket a tengeren túlon buldogorrú becenévvel illettek. A lekerekített, gömbölyded, előrehúzott orr felett magasan helyezkedik el a lapos, kettéosztott szélvédő, a vezetőállás előső ablaka. Az orr hegyén pedig a vasúti vontatójárművek kötelező eleme, a harmadik lámpa. A mozdony oldalán jellemzően kisméretű kerek kitekintő ablakok találhatóak. Ez a forma az 1930-as évek áramvonalas gőzmozdonyaitól és a korszak repülőgépeitől származtatható. Kicsit olyan, mintha egy DC-3-as repülő orra alá egy íves hókotrót szereltek volna. A robosztus, különös arányú, de mégis barátságos és szerethető buldogorrú mozdonyok stílusa egy egész korszakot fémjelzett. Az 1960-as években a KGST országokon belül különös csodának számított, hogy a magyar államvasutak a svédektől vesz amerikai stílusú mozdonyokat abban a történelmi időszakban, amikor a kóla is sokak által vágyott, de tiltott italnak számított. A MÁV választása, a mozdony technikai kiforrottsága, kevesebb karbantartást igénylő szerkezeti felépítése miatt esett a svéd gyártmányokra, valamint azért, mert a típusban alkalmazott alacsony fordulatszámú 567-es motor már világszerte működött mozdonyok, hajók és áramfejlesztők ezreiben. Kiforrott és megbízható konstrukciónak bizonyult. Nem adta meg magát soha, úgy nagyon... Az egy üzembiztos mozdony volt. Nagyon szeretjük, meg megbízhatónak tartjuk. Nagyon jól lehet vele közlekedni, nagyon mozdonyvezető barátnak tudom mondani. A szék kialakítása, a kezelőszervek minden kézre esik, nagyon jó a kilátás. 1963-ban kezdte az életfutását, Svédországból jött, 20 darab volt belőle. A 20 mozdonyból jelenleg 6 üzemképes. A mozdony az amerikai General Motors Electromotive Division cég eredeti tervein alapul. Ezt a mozdonysorozatot az 1930-as évek közepe óta gyártják és tökéletesítik. Hát 2000 lóerős gyorsvonatokat és személyvonatokat szállított, arra teljesen tökéletes. A gépek kimagasló megbízhatóságukkal és egyszerű kezelhetőségükkel osztatlan megbecsülést vívtak ki maguknak a vasutasok körében. Nagyon megbízható, igénytelen. Egyszerű, átlátható, észszerű. Nincs túl bonyolítva, kijelzők, visszajelzők mind korszínvonalának megfelelően lettek kialakítva. Most a körülmények között is nagyon-nagyon megbízható. Az utazó közönség is megkedvelte őket barátságos megjelenésük és dallamos lágy hangjuk miatt. Maga a motortípusnak van egy egyedi hangja, és ez a kipufogó rendszerrel, amit ugye ehhez gyártottak, meg ezen a mozdony típuson van, nagyon egyedi, nagyon szép, szinte ugye lágyan duruzsol. Sőt, mára valóságos rajongótáborral büszkélkedhetnek. Én nem tudom sokszor, hogy merre megyünk, sőt, ők már ott vannak a bokrokban, fákon, lehetetlen helyeken fényképezik, megosszák, mi volt, milyen vonatot vitt, hogy nézett ki. Nohabra kerülni rangot jelentett a mozdonyvezetők között. Sokan erről még csak nem is álmodhattak. Fő mozdonyvezetők vezethették csak, akik nagyon értettek hozzá. Az általam ismert mozdonyok között a ranglista tetején helyezkedik el ez a mozdonytípus. Az M61-esek közel 4 évtizedes pályafutásuk alatt valóságos legendává váltak a magyar vasúton, és sokan dolgoznak még ma is időt, pénzt és energiát nem kímélve, hogy életben tartsák a legendát.